A Debreceni Egyetem Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutatóközpontja 2022-ben jött létre a Tisza vízgyűjtő területének középpontjában. Az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke Kossa György hangsúlyozta. Az egész Kárpát-medence számára hasznos lehet a kutatóintézet, amelynek fontos szerepe lehet abban, hogy a fenntarthatóság érdekében egymásra találjon a technológia világa, az emberi élet és az értékekkel teli természet. E több dolognak az együttműködése nélkül nem lehet jövőképet alkotni, nem lehet jövőt mutatni a felnövekvő nemzedéknek, és nem is tudjuk megóvni akkor adott esetben ezeket az értékeinket. Csernok László, az egyetem tudományos rektor helyettese kiemelte, hogy a klímaváltozást és a vízgazdálkodást is vizsgálja a Biodiverzitás Kutatóintézet, ami átfogó szemléletet és sokrétű tevékenységet jelent. Nagyon sok minden tudományos eredmény mellett társadalmi hasznosságot is várok azoktól a kutatásoktól és megfigyelésektől, amit ez a központ a jövőben le fog tenni, alapozva mind arra, amit az elmúlt évtizedek biológiai kutatásai a Debreceni Egyetemen megtettek. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár elmondta, Európa legerősebb állami természetvédelmi rendszere a magyar, ennek gyökerei a nagy erdővédelméig vezethetők vissza, és a tágabb térség szerepe most is meghatározó. 100 000 hektár a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik, tehát a Hortobágyi nem csak az első, hanem máig, nem csak a legrégebbi, hanem máig a legnagyobb, mind létszámban, munkatársi létszámban, mind területben. Úgyhogy ez az állami természetvédelem számára mindig is egy kiemelt terület volt. Debrecen 2019-ben hirdetett új környezetpolitikát. Megalakult a zöld munkacsoport, több mint 30 fenntarthatóságot szolgáló intézkedést hoztak, elindult a környezeti ellenőrző rendszer is, és hamarosan ismertetik a város részletes környezetvédelmi programját, mondta Balázs Ákos alpolgármester hozzátéve. Debrecen különleges hely, mert itt különleges emberek élnek. Tiszteljük a hagyományokat, és keressük az innovatív megoldásokat. És ami talán a legfontosabb erősségünk az az, hogy képesek vagyunk jó ügyek mentén összefogni, együttműködni, és minden korban és körülmények között a helyi tudásra támaszkodni. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy a Civakva program folytatása és számos más zöld fejlesztés is szerepel a város tervei között a fenntarthatóság jegyében.